Ez egy rövid videó lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóhoz érdekes tényeket szedtem össze az Így neveld a sárkányodat filmekről, amiket most meg fogok osztani veletek. Ez lesz az Így neveld a sárkányodat hónap harmadik videója, és a következő az remélhetőleg már csak az lesz, hogy elmegyek, megnézem a filmet, és majd a véleményemet kifejtem a hónap negyedik videójaként. Na de akkor nézzük azokat a tényeket. Az első ilyen, hogy fogatlan külsejét és természetét macskákról, kutyákról és lovakról mintázták, valamint a feje az egy szalamandrát juttat az eszünkbe, illetve hát arról lett mintázva. És maga fogatlan nagyon hasonlít is a Lilo és Stitch filmből, abból a rajzfilmből, Stitchre. És a Lilo és Stitchnek ugyanazok voltak a rendezői, mint az Így neveld a sárkányodat első filmnek. És egyébként tényleg, így belegondolva, Stitch és fogatlan elég sokban hasonlít külsőleg. Második ilyen tény, amit találtam, hogy fogatlan eredetileg, illetve hát az éjfúriák eredetileg farkasszerűbbek lettek volna, de aztán az egyik animátor mutatta meg, hogy esetleg lehetné, hogy jobban egy fekete párducra hasonlítson. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, de van az a jelenet, az egyik legikonikusabb jelenet, az Így neveld a sárkányodat egyben, amikor Hablagy kinyújtja a kezét, hogy fogatlan nyomja oda az orrát. És ott van egy pillanatnyi hezitáció fogatlan viselkedésében. És ez eredetileg egy animációs hiba volt, de végül benne hagyták, mert nagyon jól kijött így a filmben. És ez tök érdekes, hogy egy hibát hagytak benne, és abból lett az a jelenet olyan, amilyen. Az egyik legkönnyebben észrevehető ilyen fun fact, hogy amikor az első filmnél bejön a DreamWorks logó, akkor a háttérben látszódik, hogy fogatlan, vagy hát egy éjfúria elrepül ott a csillagos ég előtt. Az első filmhez kapcsolódó ilyen kis érdekes tény még, hogy amikor Hablagy olvassa a sárkányok könyvét, azt a könyvet, akkor a könyvben lévő írás az konkrétan angolul van benne, csak ilyen viking rúnákra lett átírva. Tehát, hogyha valaki kicsit jobban odafigyel, akkor elméletileg el lehet olvasni, hogy mi van beleírva a könyvbe. Aztán, ez nem is érdekes tény, hanem inkább sima tény, de a két Így neveld a sárkányodat filmet összesen 3 darab Oscarra jelölték. Mindkettőt jelölték a legjobb animációs film díjáért, és az első a legjobb eredeti zenének a díjáért is indult. Sajnos egyiket sem nyerték meg, viszont a második film, az Így neveld a sárkányodat 2, az megnyerte a Golden Globe-ot legjobb animációs filmért. A következő tény, ami először nem akartam elhinni, de aztán belegondoltam, és tényleg igaz, hogy a filmek során, de legalábbis az első során tutira, mert ezt a tényt odaírták, szóval az első film során Hablagy az egyetlen, aki fogatlanra a nevén utal. Tehát senki más nem hívja fogatlant fogatlanként, vagy utal rá név szerint, hanem csak Hablagy az. Ja, ez amúgy nagyon cuki, a következő az nagyon aranyos. Van az a jelenet, amikor fogatlan először rámosolyog Hablagyra. És azt a jelenetet az egyik animátor újszülött fia inspirálta, aki hasonló módon mosolygott, és ezt átvitték a filmekbe, és fogatlan is úgy próbált meg mosolyogni benne. A 9. tény, hogy az Így neveld a sárkányodat filmek zenéjét ugyanaz szerezte, név szerint John Powell, mint mondjuk a Jégkorszak filmeknek, vagy a Shreknek, vagy az Irány Eldorádónak. És még John Powell szerezte a Burn filmek zenéjét, az új Star Wars filmnek a Solónak a zenéjét is, és a készülő Call of the Wild zenét is ő fogja szerezni. És az utolsó fun fact, ami egyébként én nem vettem eddig észre, és nem tudom miért, de egyébként nem is annyira fun fact, hanem inkább a legutóbbi videómban mehetett volna, ugyanis a filmekben is Hablagy balkezes
és a könyvekben is, és ezt teljesen elfelejtettem beletenni az előző videómba, de igen, fun fact, hablagy balkezes! Én ezeket a tényeket találtam a legérdekesebbnek a filmekkel kapcsolatban, de még van ezeken kívül rengeteg másik. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!